Kállai Gyűjtemény 1993. március 10-én nyitotta meg kapuit a József András Múzeum egyik tagintézményeként, akkor még a Nyírvízpalota második emeletén, a Széchenyi utca 1 szám alatt. Az intézmény sokáig a palota második emeletén működött, egészen 2020-ig, tehát mintegy 27 évig idéglenesen, ahogy akkor az alapításnál eltervezték, hiszen már akkor is tervezték, hogy jelenlegi helyére a Kállai Ház méltó falai közé kerüljön a gyűjtemény. Erre sokáig vártunk, az épület egy pályázat keretében felújításra került, egyes és kettes ütemre vonatkozóan, és 2020. július 21-én megnyithatta kapuit immár szebb és átláthatóbb körülmények között a Kállai Gyűjtemény. A Kállai Gyűjtemény dr. Kállai Kristóf, a szuverén máltai lovagrend szentszéki nagykövetének római gyűjtéséből tevődik össze. Ő nem más volt, mint Kállai Miklós, magyar király miniszterelnök legidősebb fia, és a háború után édesapjával együtt emigrációba kényszerültek. Kezdetben Kapri-szigetén voltak Olaszországban, néhány évet együtt töltöttek, majd a miniszterelnök később az Egyesült Államokba került, ott is hunyt el 1967-ben, még Kállai Kristóf máltai lovagrendbeli tevékenysége miatt Rómában maradt egészen a rendszerváltásig, amikor is elhatározta, hogy az általa évtizedeken át összegyűjtött, megmentett magyar kulturális javakat, könyveket, érdemrendeket és szebbnél szebb értékes tárgyakat szülővárosának, Nyíregyházának adományozza. És ezek az értékek a rendszerváltás után években kerültek Nyíregyházára, és 1993-ban megnyithatta kapuit a Nyírvízpalotában ez a gyönyörű gyűjtemény. A Kállai Gyűjtemény jelenlegi új épülete a Kállai Ház, szintén Kállai tulajdon volt, hiszen 1903-ban épült dr. Kállai Rudolf, a nyíregyházi kórházigazgató megbízásából. Ő volt a város első kórházigazgatója, és egyben a miniszterelnök Kállai Miklósnak is az apósa, hiszen lányát, Kállai Helényt vette feleségül Kállai Miklós 1914-ben. És a Frigy megkoronázásaként ezt a házat Nász ajándékba kapta a fiatal pár. A kórházigazgató 1920-ban bekövetkezett haláláig élt itt, addig maradt biztosan Kállai tulajdonban az ingatlan, majd a rákövetkező években még a fiatal pár itt élt, itt is született meg első két gyermekük, a gyűjteményapító Kállai Kristóf és a középső gyermek Kállai Miklós is. Az épületet 1922-ben eladták, akkor a Magyar Király Honvédség birtokába került, Kállai Miklós akkor lett Szabolcs vármegye főispánja, így ő hivatali lakást kapott a megyeházán, majd később ugye kereskedőgyi államtitkár lett, földművelési miniszter, majd később az öntözésügyi hivatal elnöke és miniszterelnöke az országnak. Az épület a 20-as évektől kezdve a honvédség birtokában volt. Sokan ugye úgy emlékeznek rá, hogy hadkiegészítő parancsnokság, így is működött itt egészen 2017-ig, amíg el nem kezdődött az épület felújítása. A főépület nagyjából visszakapta eredeti formáját, a belső elrendezése természetesen megváltozott, de a külső tekintve igyekeztek helyreállítani az épület arculatát. Van egy korabeli kép is, 1909-ből, látható az épület ábrázolása, a homlokzati rész, illetve a belső parkrész látható, és már akkor is ott volt az a gyönyörű árkádos teraszos rész, amelyet 1959-ben lebontottak, majd a 2017-es rekonstrukciót követően újjáépítették, hiszen a kettes ütemet magába foglaló lapostetős épület az már a honvédség megbízásából készült 1959-ben, hiszen az eredeti képen látható, hogy egy nagyjából hasonló stílusú épületrész csatlakozott a főépülethez, tehát klasszikus elalakú alaprajzú épület volt, de a honvédség átalakításának köszönhetően sajnos ez eltűnt, úgyhogy ez a lapostetős épület maradt meg helyette. Ennek két szintje van, a földszinti traktusában található a várostörténeti kiállítás, míg az emeleti rész egy multifunkcionális terem. A Kállai Gyűjtemény állandó kiállításának szerves részét képezi a kitüntetésterem, amely 19 különböző államnak az érdemrendjét, kitüntetését foglalja magába, szám szerint közel 70 darabot.
Ez egy páratlan értékű gyűjtemény a maga nemében, hiszen nem egy emberhez köthetőek, hanem több ember kitüntetését foglalja magába ez a terem. Megtalálható köztük Kállay Miklós miniszterelnöknek a kitüntetései. Itt vannak Kállay Kristófnak, a szuverén Mátai Lovagrend szentszéki nagykövetének kitüntetései, de a legtöbb érdemrend egy báró Altorjai Apor Gábor nevű személyhez kötődnek, aki a külügyminisztériumnál dolgozott a két világháború között, és a másik világháborút követően a Mátai Lovagrendben ténykedett nagykancellárként. Számos kitüntetést kiérdemelt, hozzá köthetőek a latin-amerikai kitüntetéseink is, amelyek egyedülállóak Európában, de a két legritkább érdemrendünk, az egyik az aranygyapjas rend, amelyet Báró Altorjai Apor Gábor kapott 1951-ben, személyesen Habsburgottól akasztotta a nyakába ezt az érdemrendet. Azért is különleges ez a kitüntetés, mert az egyik legrégebbi alapítású érdemrend, Burgundiában Fülöp herceg hozta létre, de a Habsburg család házi rendjévé vált a későbbiekben, tehát a mindenkori Habsburg uralkodó adományozta, ezért kapta meg Apor Gábor Habsburg Ottótól ezt a kitüntetést. Az aranygyapjú legendájához kapcsolható a szimbolikája, hiszen egy aranysárga kosbőr lóg az alsó részén a kitüntetésnek, fölötte egy kék tűzkő látható, amely balra és jobbra vörös lángnyelveket lövel ki. Ez pedig egy skarlátvörös szalagon függ. Ez viselési sorrendben minden más kitüntetést megelőz. Szokták ezt érdemrend kutató személyek egymás között a kitüntetések atyaként is nevezni, vagy kitüntetések anyjának, amiért ilyen elsőrangú érdemrendet szokták apostrofálni. A másik különleges kitüntetésünk az a Magyar Királyi Szent Istvánrend, nagy keresztje a csillaggal, a csillag a felső polcon található, míg a vászalagos érdemrend az az alsó részen. Ezt 1911-ben maga Ferenc József a monarchia uralkodója adományozta egy Bécsben működő pápai követnek, egy apostoli nunciusnak, akit úgy hívtak, hogy Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte érsek. Később lett érsek, ekkor még pápai követ volt, és amikor lejárt a megbízatás a Bécsben, akkor kapta a Magyar Király Szent István egy nagykeresztjét a csillaggal az uralkodótól. Ezt magával vitte Rómába, ahol később az érseki rangig jutott, majd Rómában Apor Gáborhoz került ez a kitüntetés, aki a saját érdemrendjével együtt hazahozta Kállay Kristóf révén, mert sajnos Apor Gábor 1969-ben elhunyt, így az addig felhalmozott kitüntetések és Apor Gábor érdemrendjei Kállay Kristófhoz kerültek, aki meg a szülővárosában, Nyíregyházában hozta haza, úgyhogy kalandos utat járt be ez az érdemrend is. Ebből a típusból a csillaggal együtt ez az egyetlen ismert típus az egész országban. Az interaktív pult segítségével az itt látható kitüntetések történetét ismerhetjük meg, három különböző funkciót is használhatunk, azon kívül, hogy ugye választhatunk a kitüntetések közül, kérhetünk egy hangos narrációt, így megismerhetjük az adott kitüntetés történetét. Francia becsületen nagy keresztjének csillaga 1870 után ez is. Kállay gyűjtemény egyik büszkesége és egyik legfrissebb szerzeménye a mellettem látható díszmagyar mente, amelynek birtokosa a Kállay Tamás országgyűlési képviselő volt. Kállay Tamás Kállay Miklós miniszterelnök testvérbátyja volt, és az első a családban, aki jogosítványt szerzett gépkocsira. Amit a ruhadarabról érdemes tudni, az az, hogy 2017. februárjában kapta ajándékba a Kállay gyűjtemény a család egyik leszármazottjától, a Budapesten élő dr. Kállay Krisztián főorvos úrtól, és ez a díszmagyar vörösbársonyból készült, amelyet rókaprémmel díszítettek. A restaurátor kolléganőink hozták rendbe ezt a gyönyörű és páratlan értékű ruhadarabot, hiszen a rókaprémet sajnos cserélni kellett, lévén, hogy egy közel 100 éves ruhadarabról van szó. A díszmagyar egy jellegzetes magyar viselet volt, amely 19. században alakult ki. Ünnepi alkalmakkor, állami ünnepségeken viselték, és több ruhadarabból állt. Ez az egyik legszebb ruhadarabja a gyűjteménynek, és a legjellegzetesebb darabja az maga a mente, amely itt látható mellettem.
A ruhadarab rendelkezik más kiegészítő elemekkel is, úgy, mint a dolmánnyal, amely szintén Kállai Tamás országgyűlési képviselő tulajdona volt, és itt látható az 1941-ben készült festményen maga a tulajdonos Kállai Tamás, ahogy viseli a dolmányt és a rókaprémes díszmagyar mentét. A díszmagyarnak fajsúlyos elemét képezik a mellettem látható díszgombok, illetve a hozzájuk tartozó díszöv, a kardkötőláncok, a mentekötőlánc, a fövegdísz, illetve a különböző kis kövekkel díszített boglárok, pityék, díszgombok, amelyeket a díszmagyar mentére lehetett elhelyezni. Ezeket kézzel készítették, tehát ötvös mesterek készítették, egyedi megrendelésre készült ékszerek voltak. A gyakorlatban nem mindig akasztották, illetve tűzték fel ezeket a ruhadarabra, hiszen egyrészt nehezebbé váltak volna tőle a ruhadarabok, másrészt ugye egy eléggé hosszadalmas munkát foglalt volna magába. Amit viszont általánosabban elmondhatunk róla, hogy leggyakrabban a mentekötőláncot, a karkötőláncot, illetve a díszövet akasztották fel, illetve viselték a díszmagyar mentén. Egy ilyen díszmagyar igen magas költségekkel bírt, hiszen ha a két világháború közötti korszakot vesszük alapul, egy egyetemi tanár fizetése akkoriban volt havi 800 pengő, egy miniszteri titkár kapott 1000-1100 pengőt, egy ilyen díszmagyar szett 8000 pengőbe került, azaz egy miniszteri titkár havi fizetésének a 8-szorosával ért fel. A Kállai Gyűjtemény állandó kiállításának harmadik tematikai egysége az úgynevezett máltai terem, hiszen a szuverén máltai lovagrend elválaszthatatlan a Kállai család történetétől, hiszen Kállai Miklós miniszterelnök mindhárom fia tagja volt a lovagrendnek. Közülük is a legnagyobb karriert a legidősebb fiú dr. Kállai Kristóf a gyűjtemény alapítója futotta be, hiszen ő 1943-ban csatlakozott a lovagrendhez, akkor vették fel a tagjai közé a lovagrendben, és több mint 50 éven át tagja volt ennek a testületnek, a legmagasabb pozícióig is eljutott, a szentszéki nagyköveti pozícióig. Mögöttem látható az a gyönyörű díszvörös uniform is, amit ebben a tisztségében viselt. Mai napig működik ez a testület, a mindenkori egyházfő pápa mellett működik, ahogyan a Máltai lovagrend is Rómában székel. Ebben a teremben viseletek láthatóak. A lovagrend általános viselete az úgynevezett kukulla, ez egy fekete köpeny a mellkasán a máltai fecskefarkú keresztel. A mögöttem lévő az a Kállai Kristófé volt, de itt megtalálható még a legkisebb fiói Kállai Andrásé is, illetve van még egy bíborosi öltözékünk is, egy vörös öltözékünk, ez egy bíborosi öltözék az 1960-as évekből, illetve a lovagrendnek nem csak férfiak lehetnek a tagjai, tehát a lovagok, hanem a hölgyek is, a dámák, úgyhogy egy tiszteleti dáma köpennyel is rendelkezünk, ez Kállai Kristóf feleségei, Vásárhelyi Veráé volt, és tudni kell azt, hogy a lovagrenden belül nincsen aláfölé rendeltségi viszonyban a két fél, tehát a lovagok és a dámák egyenrangú félként vannak jelen. Illetve, ami még sarkalatos része ennek a kiállításnak, azok a máltai kitüntetések, amelyek megint csak egyedülállóak a Magyarországon belül. Ezeknek a kitüntetéseknek a jelentős részét Kállai Kristóf érdemelte ki az 50 éves munkássága során. Ugye lelkes, aktív résztvevője volt a lovagrend berkein belül a különböző munkálatoknak. Jelenleg ugye a lovagrend karitatív tevékenységeket lát el, és éppen ezért karitatív tevékenységből adódóan is kiérdemel több kitüntetést. Ha csak kiemeljem közülük 1956-ot, amikor rengeteg menekült hagyta el az 56-os forradalom leverését követően Magyarországot, ugye Ausztria felé haladtak a menekültek, Bécsben Kállai Kristóf volt az egyik ilyen ember, aki fogadta a menekülteket, és első segéllyel, élelmiszerrel látta el őket.